Annak Telke az egyik leghíresebb erdélyi kalotaszegi cifrafalu. Évszázadok óta nevezetes a jellegzetes díszítő motivumokkal és színekkel rendelkező népművészetéről. Annak Telke a cifraszeg legpompásabb népviseletét mondhatja magáénak, nem is szólva a jellegzetes népdalokról, valamint a néprajzkutatók által is nagyra értékelt néptáncáról. A településről sokféle történetet el lehet mondani, ezekből merítkezve készített a Néprajzi Múzeum egy tárlatot. A kiállítás elsősorban a hétköznapi életre, a közösséget fenntartó kapcsolatokra és az egyén-közösség viszonyára fókuszál. A kiállításnak az alapötlete, ez Fülöp Hajnak, a muzeológus kolléganőmé volt, aki egy évet töltött terepen Annak Telkén, és aztán pár évvel később a Winter Erzsébettel, a múzeum akkori fotósával visszamentek Annak Telkére, és készítettek egy 1100 darabból álló diazsorozatot. Ez a 2000-2002-es időszak, tehát hogy ennek az időszaknak az éppen aktuális állapotáról. A terepmunka során kialakított bizalmas kapcsolatoknak köszönhetően a falusi családok szívesen álltak a kamerák elé. A fotósorozat bemutatásához egy különleges teret álmodtak meg a kiállítás szervezői. A látványtervezőnk Boros Viktóriának volt az ötlete az, hogy kör alapformából induljunk ki, ami tulajdonképpen a közösségnek ez a megtartó és szabályozó rendszerének a szimbóluma. Ebből kiindulva alakultak ki ezek az átjárható körívek, amik a falunak a terét is leképezik, tehát hogy kívülről a határ felől indulva az utcán át, az udvaron keresztül a személyes terekbe jutunk. A kiállítás olyan, mint egy családi fényképalbum. Mást jelent a falubelieknek, mást a falut ismerőknek, és azoknak is, akik még soha nem jártak ott, nem ismerik a helyiek életvitelét, értékrendjeit. A kör belsejébe érve a közösségek után az egyénekhez jutunk el, ahol az egy asszony hét arca fotósorozat koronázza meg a kiállítást. Felvette azokat a kendőket, amiket különböző alkalmakkor viseltek, istentiszteleten, városban menet, mulatságban vagy a gyász alkalmával. És ez nagyon-nagyon szépen mutatja ez a fotósorozat, ahogy megváltozik a karaktere az embernek attól, hogy azokat a viseletdarabokat hordja, amiket a közösség elvár. A közösség addig él, míg élnek a szokásai, hagyományai. Szerencsére a kalotaszegi Annak Telke öröksége a mai napig tovább él a népművészek, népzenészek, néptáncosok elhivatott munkájának köszönhetően. A 20. században a faluban és Kalotaszeg környékén gyűjtött mérhetetlen fontosságú anyagokat folyamatosan dolgozzák fel az előadók. Az úgynevezett adatközlők muzsikáit, dalait és táncait mind a népi műhelyekben, mind a színpadon is megcsodálhatjuk. A kalotaszegi népzene és néptánc az egyik legkedveltebb a népművelők körében. Gazdag dallamvilága és tánckultúrája kiemelkedik nem csak a Kárpát-medencében, hanem az egész világon is.